Jól kezdték a meccset a hazaiak, Tóth Gergely zsinórban 9 pontot szerzett, aztán zárkózni kezdett a Vasas, de az első pihenőre 3 pontos nyíregyházi vezetésnél vonulhattak le a játékosok. A második negyedben is nagy harc folyt a pályán, Mohácsi kosaraival nőtt a különbség, végül 51-41-nél ért véget az első félidő. Fordulás után 15 ponttal elléptek a cápák, a fővárosiak azonban elkezdték ledolgozni hátrányukat, és a negyed végén már csak 3 pont volt a két csapat között a különbség. Az utolsó 10 perc is izgalmasan alakult, minden kosárért meg kellett küzdeniük a játékosoknak, végül a hazaiak 9 pontos győzelemmel tettek egy lépést a finálé felé. Most egy kemény mérkőzés túl vagyunk, vezetünk 2-1, ez a leglényegebb, és akkor muszájunk rehab csinálni, hogy játékosok kicsit frissíteni, mert Vasas agresszív játszik, és nem feladta, küzdte végig, mi is muszájunk ugyanaz. Amit mutatta, muszájunk is Lepotonon jobban kontrollálni, mert ők nyernek Lepotonon csatában, ha ez a következő meccsen kontrollálunk, szerintem jó lesz. A vendégek edzője szerint a találkozó döntő momentuma az volt számukra, amikor a negyedik negyed elején egy pontos hátrányuknál nem tudták átvenni a vezetést. Az adandó egy lehetőséget most nem jól használtuk ki, illetve pontatlanok voltunk. Nyilván ezen a mérkőzésen ez is nagy szó volt, hogy adódott egy ilyen lehetőség. Amikor átvettük volna a vezetést, ott nem tudtunk túllendülni, pedig elfogytak a hazaiak, úgy láttam. De végül ők lendültek át ezen a holtponton, de minden dicséretet megérdemel a csapatom. A válsérülése miatti hosszabb kihagyás követően az első Vasas elleni meccsen visszatérő Mokánszky Máté ezúttal 14 pontig jutott. A 20 esztendős játékos a negyedik negyedben szerzett kulcsfontosságú kosarakat. Az első meccsen a elődöntőben eléggé izgultam, mert másfél hónapot ugye kihagytam és próbáltam bizonyítani, de még nem éreztem úgy magam, hogy 100%-osan. A második mérkőzésen már éreztem magamba az erőt, és mostanra tudtam úgy magabiztosságban is visszajönni, hogy már nem féltem annyira a vállamat, hogy tudok jó teljesítményt nyújtani. A másik elődöntőben a BKG Prima Akadémia 106-78-ra legyőzte a MAFC-ot, így 2-1-re vezet a párharcban. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks szerdán Budapesten lép pályára a Vasas Akadémia elleni negyedik mérkőzésen.